Fele más év van mögöttünk, mondta nyitó beszédében Nagy Ákos, a Bálta-székese elnöke. Megéltünk jelentős fejlesztéseket, és megéltünk nagyon nehéz gazdasági körülményeket is, tette hozzá. Akkor, amikor mi ezt elvállaltuk, akkor nem számoltunk azzal, hogy majd jön egy Covid időszak, nem számoltunk azzal, hogy jön egy gazdasági válság, nem számoltunk azzal, hogy az önkormányzatok is nehéz helyzetbe kerülnek, és a vállalkozók is nehéz helyzetbe kerülnek gyakorlatilag, akik a támogatási alapját adják ennek az egyesületnek. Ugyanúgy a családok is nehéz helyzetbe kerülnek. Szóval azt gondolom, hogy mindezzel nem számoltunk, de mégis azért van felemás érzésünk, mert szerintem az egyik legsikeresebb 5 éven vagyunk keresztül, hogyha a szakosztályok eredményeit nézzük, akkor is én azt gondolom, hogy nem panaszkodhatunk, mert több fórumon elmondtuk, hogy a szakosztályoknak milyen kiemelkedő eredményeik vannak, hogy annak ellenére, hogy például a labdarúgó klubok lépnek vissza megyebajnoki, mondjuk első osztálytól, vagy akár szűnnek meg, azért mi a labdarúgás vonalat visszük, kosárlabda utánpótlás az töretlenül dolgozik, az uszoda sok-sok bezárás ellenére mégis azért termeli ki magából az ifjú úszónevendékeket, és a karatésok is én azt gondolom, hogy oda teszik magukat mindenféle téren, akár nemzetközi, akár a hazai eredménylistát nézzük. Ezek a szakmai eredmények, mondja Nagy Ákos, de emellett ki kell emelni, hogy sikerült a gazdasági egyensúlyt is fenntartani. Egy szigorú gazdálkodás mellett nyilván kellett háttérsegítség, de próbáltuk a fejünket a víz fölött tartani. Kitaláltuk a sportgálát, ahol a sportolók, sportvezetők, támogatók megkapják azt a figyelmet, ami nekik jár, és ez egy ünnepélyes kereteket ölt. A beruházások kapcsán kiemelkednek a labdarúgók, hiszen a pálya átesett egy jelentős fejlesztésen. Ez alatt az 5 év alatt egy új műfüves pályánk, a labdarúgó pálya infrastruktúrája és környéke is épült, szépült, térkövet kapott, eszköztárolót kapott, világítást kapott, és hadd ne soroljam. Az eszközállományban mind a karatésok, mind a labdarúgók, mind a kosarasok nagyon nagyot léptek előre, ugye a csapatsportok, ugye a TAO támogatások révén, a karate szakosztály, a Magyar Karate Szövetség által nyújtott vidéki támogatásokból. Lett közben 2 kis buszunk is, ugye egyet főként a labdarúgók használnak, a másikat inkább a karatésok és az úszók használják, de természetesen minden szakosztály és minden tag részesül ezekből a javakból. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minden nehézség ellenére egy nagyon sikeres 5 év volt, és arra nem beszélve, hogy végre azt éreztük, amit egyébként már nagyon régen, hogy nem egymás ellen dolgoztunk, hanem a probléma inkább összekovácsolt bennünket, és mindig a megoldáson próbáltunk dolgozni. Tehát az eleinte tetten érhető viták inkább már építő kritikákká és javaslatokká álltak össze a végére, és mindig találtunk egy olyan megoldást, ami mindenki számára a legjobbat jelenti. A nehézségek ellenére. A most megválasztott elnökség feladata az lesz, hogy a nehezedő gazdasági körülmények között folytatni tudják a megkezdett munkát. Van egy élő területfejlesztési pályázatunk, amelynek neki kell állni és végig kell vinni. Ebben a témában még sok egyeztetésre van szükség a siker érdekében, mondja Nagy Ákos, akit a tagság a következő 5 évre újra választotta a Bálta-székese elnöki pozíciójára.